Végére atlétika egészen piciknek. A Sport 21 program támogatásával már többedik alkalommal rendezték meg a Szimacsarnokban azt az angol módszerre szervezett versenyt, amelyen iskolák mérhetik összetudásukat. Ha jól tudom, akkor a gyermek téli terematlétikai bajnokság egy angol módszer magyarországi adaptálása. Mennyiben kellett változtatni, vagy mennyire lehetett egy az egyben átvenni a britektől ezt a fajta megoldást? Így van, a brit megoldás számunkra megfelelő volt, de a helyi adottságokhoz mérten alakította át az akkori utánpótlás szövetségi kapitány a verseny feltételeit. Itt a Sport 21 támogatásával mérkőznek meg a gyerekek 9-től 12 éves korig. Ahogy láttam, itt vannak speciális sporteszközök is. Így van, alapvetőleg 8 versenyszám van. A két korosztályban csak egyetlen versenyszám különbség van, hogy a nagyobbak nem helyből távolugrást végeznek, hanem helyből hármasugrást. Van gátfutás, kétféle akadálypálya, melltöllökést és még néhány versenyszám. A 9 és 12 évesek tulajdonképpen a kapujában vannak egy sportág választásnak. Mennyire szolgálja ez a verseny azt a célt, hogy az iskolások figyelmét felhívjuk, hogy a sportok királynőjét válasszák? Ennek a versenynek több más mellett az is célja, hogy a téli időszakban, ami az atlétika szempontjából egy pangási időszak, ha szabad ezt mondani, akkor adjunk versenyzési lehetőséget. Ezek a versenyek inkább a játékos sorversenyekhez hasonlítanak, de azért az atlétika alapelemeit is felelhetőek. Nem tét nélküli a verseny, hiszen azok az iskolák, akik itt eredményesen szerepelnek, azok a Sport 21-en keresztül támogatást kaphatnak. Ezek milyen összegek és mire lehet felhasználni ezeket a pénzeket? Valóban így van, a Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet finanszírozza ezt a versenyt. Azok a csapatok, akik egy-egy korosztályban mind fiú, mind lány csapatot indítanak, és első 8 helyet valamelyiket megszerzik, akkor 180 ezer és 80 ezer forint közötti összeget kapnak, zömmel szereket vásárolnak ezen, és utólagosan megkapják ennek ellenértékét. Van olyan visszajelzés, hogy azok a gyerekek, akik korábbi ehhez hasonló versenyeken részt vettek, később az atlétikát választották? Igen, biztosan van, mert hogy láttunk olyan arcokat, akik 2 évvel ezelőtt is felbukkantak, és a 11-12 évesek között már csak olyanok indulhatnak el, akik igazolt versenyzők valamelyik klubban. A kisebb korosztályban ott az iskolásoknak még ez nem kritérium. Ez volt a